Ha szeretnéd te is ingyenesen megszerezni a GTA Online egyik legjobban kinéző sportautóját, a több mint 700.000 dollárba kerülő Opel 8F Draftert, akkor figyelj, mert megmutatom, hogy hogyan tudod ezt megtenni, ráadásul teljesen legálisan és szabályosan. Rockstar Games a legutóbbi Cluckinberry frissítéssel egy olyan új lehetőséget kínál a játékosok számára, amire még soha ezelőtt nem volt példa. Mostantól minden hónapban lehetőségünk lesz megszerezni egy Rockstar által kiválasztott járművet, teljesen ingyen, és ehhez semmi más dolgotok nincs, mint rákattintani a leírásban lévő linkre, ami megnyitja majd a Rockstar Games hivatalos weboldalát. Itt szépen rámentek a Claim Now opcióra, bejelentkeztek a Social Club profilatokba, és március 21, illetve április 3-a között valamikor beléptek a játékba, és a jelenleg még több mint 700.000 dollárba kerülő autót ingyenesen megveszitek a Legendary Motorsport weboldalán. Ez az ajánlat mindössze március 18-áig érvényes, tehát mához képest pontosan egy hétig, úgyhogy addig mindenképpen látogassatok le Rockstar oldalára, klémeljétek az autót, aztán majd március 21 és április 3-a között pedig lépjetek be, és vegyétek meg ingyenesen. Ilyen egyszerűen a tiétek lehet az Opel 8F Drafter, ami közel sem az utolsó ilyen ajánlata lesz a Rockstarnak, úgyhogy iratkozzatok fel, és mindig tudni fogtok róla, ha lesz még ilyen lehetőségünk. A leírásban tehát megtaláljátok a linket, ne késlekedjetek, hiszen nem sok idő van már. Én köszönöm szépen a figyelmet, este találkozunk a szokásos élőadásban. Én Dani voltam, sziasztok!